Sziasztok, Anzsi vagyok! Ismét egy remek reggeli ötletet hoztam nektek, ami egy rántottás tekercs lesz. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készül el ezzel a nagyon finom rántottás tekercs, akkor tartsatok velem, már is mutatom a hozzávalókat. Az alapja ennek az egész rántottás tekercsnek az 6 szelet ilyen négyzet alakú kenyér, ez lehet több is, mi csak ketten vagyunk, úgyhogy ez a 6 szelet elég. 5 darab tojás, sóbors, mint amit rendesen egy rántottába tennénk, és ezután már teljesen egyéni lehet, hogy mivel töltjük meg ezt a tekercset. Én megszórom majd sajttal, teszek bele mozzarellát, és a közepébe virslit. A tetejét, mielőtt berakom sütőbe, le fogom kenni egy kis olvasztott vajjal. Ehhez nem kell sok, körülbelül 5 deka. Az első, amit meg kell nézni, hogy összerakjuk a kenyereket, úgy, hogy ez itt a sarkukat fedje, ez pedig mind a kettőt, az alját is, és az oldalát is. És ehhez mérten keresünk egy tepsit, ami körülbelül akkora, mint az összerakott kenyerek. Nekem van is egy ekkora tepsim. Ebben fogjuk a rántottát kisütni. Bekapcsoljuk a sütőt 180 fokra, és a tojásokat felverjük a sóval és a borssal. Ezután teszünk bele sütőpapírt, és ebbe beleöntjük a rántottánkat. Ez mehet is be a sütőbe, körülbelül egy 10 percre, hogyha a sütő felmelegedett. És most foglalkozzunk a kenyérrel. A kenyér héját levágjuk. Jó lesz zsemle morzsának. És most ugyanúgy felpakoljuk, mint az előbb. A szélekkel fedjék egymást. És ezt most nyújtófával kinyújtjuk. A lényeg az, hogy a szélek jól összeragadjanak. Hogyha felvesszük, akkor egyben maradjon. És most megvárjuk a tojást, amíg megsül. Szóval megvan a rántottánk, ezt most ráfordítjuk a kenyérre. Erre rátesszük a sajtot. Várunk rá mozzarellát. És ezt most megpróbáljuk feltekerni. Próbáljuk meg összetartani a kenyeret. Rátettem ugyanarra a sütőpapírra, amin a rántotta kisült, ez teljesen jó lesz így. És a tetejét megkenem egy kis vajjal. Ezt addig sütöm, amíg ez a vajas kenyér ez meg nem sül. Ez is körülbelül egy 10 perc. Amikor kész van, kicsit ilyen pirítós állaga lesz. Nézzük meg, milyen, amikor fölvágjuk. Amikor felvágjuk, akkor így fog kinézni. Benne látszik a virsli, a sajt, a rántotta. Szerintem nagyon finom. Remélem, hogy tetszett nektek ez a nagyon finom és egyszerű reggeli receptem. Hogyha igen, akkor ne felejtsétek el a like gombot és feliratkozni sem. További recepteket találhattok a lejátszási listáimban. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Sziasztok!